Talán látták már Megan Goodot a Seprűs esküvő vagy a Gondolkoz pasi aggyal című filmekben, vagy éppen producer és pásztor férje Devon Franklin karjaiban, aki nemrégiben ünnepelt a Miracles from Heaven bemutatóját. Nagyon izgatott vagyok, hogy végre kijött. Ez elképesztően jó lett, és nem csak azért mondom, mert ő a férjem. Nyugodtan mondhatod azért is. De tényleg úgy gondolom, hogy remek munkát végeztek. Őszintén. Devon és Megan 2011-ben találkoztak a Seprűs esküvő forgatásán. Nem sokkal később találkozgatni kezdtek. Ahogy teltek a hónapok, világossá vált, hogy ez a pár más, mint a többi hollywoodi, és mindenki tudni akarta, miért. Azt kérdezgették, hogy ismerkedtünk meg, mi van köztünk. Aztán kiderült az igazság. Devon és Megan a házasságkötésükig nem feküdtek le egymással. Ez nagy port kavart Hollywoodban, ám a pár meglepetésére önmegtartóztatásuk felkeltette az emberek érdeklődését. Ahogy elmeséltük a történetünket, az emberek kíváncsiak lettek, hogy valójában mi az, ami segíthet a szerelmi életükön. Rájöttem, hogy a világon nagyon sokan gyakorolják ezt. Itt Hollywoodban is, de sosem beszélnek róla. Zavarba jönnek tőle, vagy szégyellik. Devon a 20-as évei elején döntött így, amikor pásztorként kezdett szolgálni. Ugyanaz az ember akartam lenni, aki fel tud állni, prédikálni, és aki otthon is világosságban jár. Nem akartam képmutató lenni. Felismerte, micsoda hazugságon alapszik az, hogy az idő előtti szex elfogadható, vagy éppen előnyös. Úgy adják elő, hogy ez talán nem is olyan rossz, vagy hogy éppen még jobb is, mint elképzelted. És itt jön be az a hazugság, hogy nem kell Isten tervét követnünk, mert létezik egy sokkal jobb terv, ami könnyebb és boldogabbá tesz. De az az igazság, hogy nincs jobb terv. Isten terve a legjobb. És valóban követel áldozatot és engedelmességet, és nem is mindig könnyű, de ez a legkifizetődőbb. Megan azonban elhitte ezeket a hazugságokat. 19 éves korában kompromisszumokat kötött, hogy a szerelem tartós legyen. Ám évekkel később rájött, hogy több kárt okozott, mint jót. Egy darabot mindig elvesztesz magadból. Elveszted a bizalmat és azt, ami azzá tesz, akinek lenned kellene, akivé teremtettél. Az, hogy kapcsolat kapcsolatot követ, az teljesen tönkretesz. Ezek Devonnal való kapcsolatára is hatással voltak. Amikor megismerkedtünk, olyan sok csomagom volt, rengeteg sérelemmel és fájdalommal megrakva, hogy először ki kellett pakolnunk ezeket. Nem volt könnyű. Az ismerkedésünk inkább eljegyzés előtti tanácsadás volt. Szó szerint csak beszélgettünk, és rájöttünk, hogy milyen mélyen gyökerező félelmeim vannak. Hogy sosem leszek elég senkinek, nem számít, mit teszek. 13 hónapnyi szex nélküli randevúzás után egybekeltek. Most a negyedik házassági évfordulójuk előtt megvannak róla győződve, hogy az egymás és Isten felé érzett tiszteletük megerősíti a házasságukat. Sosem volt olyan kapcsolatom, amiben ennyi bizalom lett volna. Nagy megnyugvást és megértést ad mindkettőnknek. Mivel ezen a területen tiszteljük Istent, minden más területen is megáldott minket. Isten tiszteli azt, hogy a testünket élő áldozatul adtuk oda neki. Új könyvükben, a várakozásban arra bátorítják a párokat, hogy az erős házasságra megéri várni. Mivel ennek a gyakorlása olyan hihetetlenül jó hatással volt az életünkre, úgy éreztük, hogy megosztjuk másokkal, hogy segítsünk nekik ebben. Nem a papolás vagy az ítélkezés a célunk, sem hogy megmondjuk, ki hogy éljen. Csak leírtuk, hogyan csináltuk, és ez mindent megváltoztatott.